Ígérete szerint élőben közvetítette kislánya születését Berki Krisztián. Az érdeklődők 1490 forintos díj ellenében követhették az eseményeket az interneten. A nézőszám felülmúlta Berkiék várakozásait. Az újdonsült apa utólag 32 ezer fizető nézőről számolt be. Ezek alapján a pénzcentrum azt írja, legalább 47 millió forint folyt be a 6 órás esemény közvetítéséért. Az emberiség... Volt, aki oda kapcsolt? Az Váljatok emberiség... szint azért. Az emberiség jövőjével kapcsolatban a legpesszimistább forgatókönyv valósult meg, úgy érzem ezzel most, hogy ezt 32 ezeren ezzel adtak pénzt, hogy ezt végignézzék. Egyébként, mert ha ezt elhisszük Berki Krisztiánnak, aki hát az előző gyereke születésénél ugye egy 3 kilós aranytömböt vásárolt a kislánynak, mely aranytömbről kiderült, hogy egy olyan frissen volt lefújva a hungarocell kocka, hogy még ragadt, legalábbis Klapka György állítása szerint, akinél ezt az aranytömböt állítólag vásároltat, csak hát Klapka Györgynél ponton a NAV megérdeklődte ezt az aranytömb dolgot, hogy akkor ez hogy is volt, és akkor kénytelen volt egy hivatalos módon elismerni azt, hogy szó sem volt semmiféle aranytömbről. Szerinted kamu volt ez is? Őszintén remélem, hogy kamu volt, mert az sokkal elkeserítőbben hangzana, hogy 32 ezer honfitársunk volt kíváncsi egy élőadásban véghez vitt brutális gyermekbántalmazásra. Mert lássuk be egyébként, hogy egy gyerek születésének az ilyetén való kiárusítása az nettó gyermekbántalmazás, és úgy alapból, amit én erről gondolok személyesen, az az, hogy én bízom benne, hogy Berki Krisztiánt és Berki Mazsit, ez a most született gyermek, a lehető elérhető legolcsóbb otthonba fogja a lehető leghamarabb elhelyezni, és azt sem tartanám egyébként ördögtől valónak, hogyha ritkán látogatnám meg őket, mert amit ezzel a gyerekkel ez a szülőpár megcsinált, vett tiszta nyerességvágyból, az ennek a gyereknek az alapvető emberi jogait olyan súlyosan sérti meg, hogy én őszintén szólva nem is vagyok abban biztos, hogy ez tényleg semmilyen jogszabályt nem sért, kár, hogy nincsen itt Magyar György, hogy erről egy kicsit felhomályosítson minket, de én azt gondolom, hogy így a legelemibb gyerekjogokat sértették meg ezzel, és ez nettó, tényleg nettó gyermekbántalmazás. No comment. Igen. Sokkoló az egész. Egy pozitívumot talán, csak egy ilyen piaci rés lehet a jövőben. Van például a Fradi stadion, vele szemben a Szent László kórház. Mondjuk lehetne azt, hogy a Fradi meccs után pénzért átmenne szurkolni mondjuk, nem azt mondom, hogy műtét, hanem ilyen egyszerű alkotásokra belépült szednek. És akkor legyen kórházat lesz több pénze. Hogy kardos, doki, vagy érzéstelen nincs, és akkor az a pénz megy a kórháznak. Igen. És akkor ilyen win-win, hogy szurkolunk egy mandula műtétnél, mondjuk eljönnek 500-an, és akkor abból mondjuk kifestik a falát a Szent Lászlónak. Ezért nem pozitív, amit látok az egészben, hogy... Egyébként, hogyha fölnő ez a gyermek, akkor igényt tarthat a 47 millióra, tehát, hogy beperelheti a szüleit, és azt mondhatja, hogy figyelj, ennyit kerestetek a szülésemben, itt én voltam kvázi a főszereplő, ezt én kérem, ha már tönkretettétek az életemet a kezdet-kezdetén, most nem biztos, hogy tönkretették ezzel, csak mondom, hogy legalább ennyi haszna lehet. Vele, akkor olyan nagyon-nagyon pozitív várakozásokkal nem tudok fordulni a későbbi szülői gyereknevelési stratégia felé. Tehát ezért egy erős kezdésről beszélhetünk ezzel. Na jó, de egyébként szóval, hogy itt a nő is, hogy ebbe... Azért mondtam, igen, hogy mind a kettőjüket említettem. Belement, és az is. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye, ha már így még mélyebbre elvezünk ebben a világban, ugye azért győzikesú az, nem tudom, hogy kinek van meg. Ugye Gáspár Revelin volt az, aki nemrég adott egy interjút arról, hogy ő 10 éves korától kezdve nyilvánosság előtt volt kénytelen élni az életét emiatt a valóságshow miatt, és hogy mennyire, de mennyire elítéli azokat a szülőket, akik ezt teszik a saját gyerekükkel, így implicit a saját szüleire is. Nagyon erős kritikát mondott. Használják élő reklámfelületként a gyereküket, igen. És a legtöbb esetben, vagy tehát nem konkrétan lepereg az összes érv, hogy ezt miért nem kéne csinálni. Tehát mit várunk, és közben azért ez nagyon elkeserítő, hogy akár a Berki Krisztiánnál, akár komolyabb közéleti személyiségek is abszolút hajlamosak. Tényleg ez a fog meg micikém ezt a teljes dobozt, és akkor tartsad szépen a kamerába, és minden további nélkül. Tehát ez konkrétan gyermekmunka egyébként, ami amúgy illegális is.
túl azon, hogy a gyerekjogok teljes elbatiprása, vagy figyelmen, konkrétan figyelmen kívül hagyás. Na jó, csak ugye ez kétfélen áll, vagy bukik, tehát valaki van, aki ezt föltolja, és ott van a néző, aki meg ezt lájkolja. Hát meg van a és azért sponsor, megveszi, aki... és jutalékot kap, és stb. Meg van a hirdető, tehát azért itt szerintem a hirdető felelősségét sem szabad elvitatni, mert mondjuk ez az élő közvetítés, ez egy saját biznisze volt a Berkieknek, de az a hirdető, aki mondjuk a teitalát, vagy az akármiét az X híresség gyerekével, gyerekén keresztül akarja reklámozni, az meg a hirdetőnek egy döntése, és ebben szerintem azért sokféle felelősség van, ami mellett nem szabad elmenni. Az is jelenti, hogy a pszichológiai háttér, hogy látjuk a Macaulay Culkin, Drew Barrymore-tól kezdve az összes Lindsay Lohan, akik ilyen nagyon gyerekként sztárok lettek, belülük általában ilyen szenvedélybeteg lesz sajnos, vagy akár a Indul a Bakterházban olvasztó Imre példája, tehát hogy ott van az a része, hogy híres vagy, amit egyébként szomszédban voltunk, a kisem eljött megnézni, és amikor meghajoltam, fel akart jönni a színpadra, hogy ő is meghajol. Hogy van egy ilyen szereplési vágy nyilván egy gyerekben, hogy szeressék, elismerjék, nem látja hátulütőit, tehát azt a részét, hogy akkor utána a negatív, hogy bántani fognak, kihasználnak, kisigrálnak. Ezért van az, hogy a gyerek az jogilag nem cselekvőképes személy. Igen. És hogy valahogy mindig az a része, de az a része megvan, hogy beseperik a lóvét, oké, köszi, híres vagy, és akkor látjuk Macaulay Culkint 24 évesen függőként, és akkor így, hol volt addig, vagy Britney Spears-től kezdve, tényleg százas nagyságrendű példa, hogy hol volt ilyenkor a szülői háttér, amikor az lett volna a feladat, hogy megóvjuk az épp elmét.